estét kívánok kedves nézőinknek! Az Oxigén Televízió híradóját látják július 12-én kedden. Ismét lesznek Rotary Fröccs napok Győrben. Erről is lesz szó hamarosan híradónkban, és több játékos érkezését is bejelentette már az Eto FC. Megmutatjuk, hogy hogyan készülnek a zöld-fehér klubnál a szezonra. Jönnek a részletek, kezdődik a híradó. Ismét felélénkül a város. Július 22-e és 24-e között újra Fröccs napokat szervez a Rotary Klub Győr belvárosában. A Dunakapu téren a friss hűsítő italok mellett számos program várja majd a látogatókat. A rendezvényen koncertek, motoros kiállítás és a Magyarok Világszépének idei fináléja is helyet kap. A bevételt pedig ezúttal is jótékonysági célra fordítják majd a szervezők. Különböző régió borait ismerhetik és kóstolhatják meg, akik ellátogatnak a 17. Győri Rotary Fröccs napokra. A korábban a Széchenyi téren megtartott esemény mostanra jócskán kinőtte magát, ma már mondhatni, hogy országos nagyságú lett, és a határon túlról is évről évre egyre többen érkeznek fesztiválozni Győrbe. Tulajdonképpen kinőtte már magát a Fröccs Fesztivál, mert hogy kezdtük a Széchenyi téren, ott mondhatni baráti volt a hangulat, nagyon kellemesen telt, de aztán mindig többen és többen voltak rendezvényről rendezvényre, és most már kialakult bizony az, hogy a Dunakapu teret is betölti a Fröccs Fesztivál. Hát nem véletlen, mert hogy határainkon is átnyúlik, átível most már, és bizony egész országban tudnak arról, hogy Győr a Fröccs városa, Győrbe érdemes jönni, nagyon jó, hideg és minőségi fröccsöt kínálunk mindenkinek. A rendezvény célja amellett, hogy szórakoztassa a megjelenteket, a jótékonyság, hiszen a rendezvény bevételét igencsak nemes célra szánják majd a fesztivál után. 13 klub várja Hanvas Fröccs kínálással a érdeklődőket. Jótékonysági rendezvény azt jelenti, hogy minden klub a bevételét saját jótékony céljaira fordítja, és mind a 13 klub egy közös összeadásból, tehát pontosabban közösen összeadják azt az összeget, amit a Kazinci verseny szokásos megrendezésére szánnak, tehát alapvető cél anyanyelvünk védelme, óvása, szeretete, támogatása, és mindez azt hiszem, hogy egy nagyon tisztességes hozzáállás. A keddi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a rengeteg szórakoztató gyermek és kulturális program mellett motorkiállítás, szépségverseny és rengeteg fröccs várja majd a látogatókat. Mindemellett jó néhány gasztronómiai finomság is helyet kap, és különböző koncerteket is hallhatnak majd az érdeklődők. Térségünkben is beérett már a görög és sárga dinnye, erről ír a Kisalföld. A dinnye szüret augusztus végéig tart, sőt, elképzelhető, hogy még szeptemberben is finom hazai dinnyét ehetünk, nyilatkozta az egyik Győr környéki termelő alapnak. Az árakat tekintve a legtöbb kereskedésben 30%-os drágulás figyelhető meg. A görög dinnye kilója egyelőre 500 és 700 forint között mozog, a sárgáé még több 800 és 1000 forint körüli. A szezon vége felé azonban csökkenhet az ára. A diaszpórában élő magyar közösségek és az anyaország kapcsolatának szorosabbá válására hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Győrben, a Széchenyi István Egyetemen hétfőn. A diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanítók 22. továbbképzésének nyitó ünnepségén elhangzott, a péntekig tartó továbbképzés azért fontos a hétvégi iskolákban tanítók számára, mert nem mindegy, milyen eszközeik vannak a magyar nyelv, kultúra és történelem tanítására. Az idei továbbképzésre a nyugat-európai országok mellett Argentínából, Ausztráliából, Chiléből és Kanadából is érkeztek tanítók. Magyar válogatott paraatléták voltak érintettek az egyik múlt heti M1-es autópályán történt balesetben, írja a Kisalföld. A kisbuszuk egy kamionnal ütközött Győr térségében a strádán. A megyei lapnak a buszon utazó szomszéd Máté, a gyac sportolója elmondta, nemzetközi versenyre tartottak a csehországi Olmützbe, csak pár percre utaztak, amikor megtörtént a baj, a buszon több sportoló is megsérült. Volt, akit a mentők törés vagy agyrázkódás gyanújával szállítottak kórházba.
A közlekedési szakemberek szerint az M1-esen jelenleg naponta több mint 100 000-en közlekednek. Az elmúlt hónapokban történt súlyos karambolok ráirányították a figyelmet az M1-es autópálya bővítésének szükségességére. Rájárt a rúd a tolvajra, háromszor is lopni próbált, de egyszer sem járt sikerrel. A győri járási ügyészség vádat emelt egy 40 éves férfi ellen, aki egy héten belül háromszor próbált lopni, de nem volt szerencséje. Először egy társasház pincéjéből próbált egy klímaberendezést eltulajdonítani, de megzavarták és elmenekült. Azonban szerencsétlenségére otthagyta az igazolványait. A férfi pár nappal később Győrben az autó ajtaját próbálta meg kinyitni, de ekkor is megzavarták, végül egy hotel parkolójában álló autóból próbált zsákmányhoz jutni, itt pedig pehére egy kamera rögzítette az eseményt. A büntetett előéletű letartóztatásban lévő férfi ellen az ügyészség rongálás, magánlagsértés és lopás miatt emelt vádat, ezért vele szemben a halmazati szabályokra figyelemmel 4,5 év szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Nyáron bőrünk védelménél a fényvédelem a legfontosabb, amire feltétlen ügyelnünk kell. Nem csak az arcot, de a testet is lényeges, hogy megóvjuk a káros sugaraktól. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a táskában lapuló naptejek mellett már az utazáson is legyen rajtunk sapka vagy kalap, és a napszemüveget se felejtsük otthon. A napfénynek az UVA és UVB tartalma károsítja a bőrt, de leginkább az UVA hatol mélyebbre, így ez a felelős például az öregedésért. Az UVB felületesebb és leginkább a bőr pigmentáltságát okozza, de a bőrdaganatok kialakulásáért is felelős. A bőrgyógyász azt javasolja, hogy mindig használjunk megfelelő krémeket, hogy elkerüljük a bajt, így utazáskor érdemes a bőrönbe is tenni belőle. A leges-leges legfontosabb az a magas faktorszámú fényvédő. Azt javasolnám, aki tengerpartra megy, illetve először megy az idén nyaralni, akkor a legmagasabb faktorszámú fényvédőt használja, mégpedig azokat a fajtákat, amik fizikai fényszűrővel rendelkeznek, nagyon sokáig fent maradnak a bőrön, nagyon jó a víz állósága, ugyanis hiába rendelkezik magas faktor számmal egy fényvédő, hogyha a vízállósága az kevésbé jó, illetve víz, homok, dörzsölés állósága kevésbé jó, úgyhogy egy nagyon magas minőségű vízálló fényvédőt kell választanunk, és 2 óránként kell használnunk a tengerparton akár, vagy bármilyen vízparton a déli órákban. Strandolás után és alatt a hidratációról se feledkezzünk meg. A szervezetet ugyanis nem csak belül, de kívül is szükséges hidratálni. A napozás utáni szerek nagyon sokat segítenek, hogy egészségesen tartsuk a bőrünket. Ha nem figyelünk oda kellőképpen, akkor hamar leéghetünk. A legtriviálisabb dolog az a napégés. Ugye a napégésnek nagyon sok fokozata van. Az első fokozat, amikor megpirul a bőrünk, aztán fájdalmassá válhat, érzékeny és lehámlik. Ez ugye a leggyakrabban. Ezzel találkozunk a leggyakrabban, és vannak súlyosabb formája a hólyagos égés, illetve a napszúrással kapcsolatos problémák. Ezek már vannak, hogy orvosi ellátást igényelnek. A legeslegfontosabb a napozás után a folyamatos vízpótlás és a bőrnek a hűtése, hogyha napégésről van szó. A férfiak is időnként megfeledkeznek a védekezésről, pedig nekik is nélkülözhetetlen a megfelelő szerek vagy eszközök használata egy nyaralás során. Természetesen a fényvédők az naptejek mellett nagyon fontos a fizikai fényvédelem is, sőt az egyik legfontosabb, hogy például a fejünket férfiaknak nagyon gyakran a fejtető védelmére nem fordítanak nagy hangsúlyt, és nem is igazán szeretik a naptejet. Javasoljuk a kalap használatát, illetve baseball sapka használatát, ugyanígy nőknél is. A szemvédelme is rendkívül fontos, ugye az UV-szűrős napszemüveggel, és gyerekeknél fontos az UV-szűrős fürdőruhának a használat, ami már egyre elterjedtebb nálunk is. Árnyékban az UV-sugarak 50-80%-a érheti a bőrt, ezért a szakember azt tanácsolja, hogy olyankor is okvetlenül alkalmazzuk a napfény védelmére szolgáló készítményeket. 78-szor riasztották megyénk tűzoltóit az elmúlt héten. A Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közleménye szerint a tűzoltóknak több baleset és kigyulladt mezőgazdasági gép is munkát adott. A tűzesetek és műszaki mentések során 18-an sérültek meg, egy ember életét vesztette.
Nagy sikereket értek el az Arabona Evezős Klub fiatal versenyzői a hétvégén Velencén megrendezett utánpótlás országos bajnokságon. A viadalon összesen 9 aranyérmet, 3 ezüstöt és 5 bronzérmet szereztek. Ezzel a pontversenyben a Kisgyőri Egyesület 30 klub között az 5. helyet szerezte meg. A legkiemelkedőbb teljesítményt Nagy Huszár Luca nyújtotta, miután 4-szer is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. 3-szor Rádai Bianca tudott győzni, 2-szer pedig Bors Boróka és Krug Dóra. Magyar bajnoki címet szerzett még Rózsa Zétény, Kovács Nimród, Horváth Göde Ádám, Bergold Bendegóz, Rózsa Regina és Kis Laura. A csapat felkészítői Halmainé Mészáros Éva és Nagy Péter edzők voltak. Több játékos érkezését is bejelentette már az Eto FC. A zöldfehérek alapos átalakuláson mennek át, hiszen jó néhányan távoztak az idény végén az együttesből, a törekvés azonban látszik, fiatalokra építene az Eto a szezonban. A tavaszi szezon végén jó néhány játékos távozott az Etóból, a mostani idény közelettével pedig elkezdődött a pótlás is. A fiatalitás ezen a téren is érezhető, hiszen az első érkező a 22 éves Bence Márk volt, aki nevelkedett többek között Hollandiában, és már az NB1-ben is bemutatkozott a mezőköves színeiben. Azt is elmondta, gólokat, gólpasszokat szeretne a neve mellett látni, amikor arra voltunk kíváncsiak, mit tart a legnagyobb erősségének. Sok pozícióban bevethető vagyok, igazából középen is és széleken is. Szerintem gólérzékeny vagyok, jó a bal lábam, úgyhogy ezek. Szintén sokoldalú játékos Kis Balázs, hiszen az előző szezonban támadóként kapott szerepet Siófokon, ám pályafutása során játszott már a védelemben is. Nagyon örülök, hogy ide tudtam kerülni a Győrhöz. Vártam egy ilyen lehetőségre, ahol ilyen komoly célokért tudunk küzdeni a csapatnál. Hát a beilleszkedéssel nincsen gond, ismertem pár játékos, már játszottam ellenük sokat. Befogadó közösség, úgyhogy haladunk tovább az úton. Az eredményes játékhoz kelleni fog majd a stabil védekezés is. Ebben az idei szezontól Szújó Attila is a zöldfehérek segítségére lehet, aki ráadásul jól ismeri Tímár Krisztián vezetőedzőt is, hiszen az U19-es válogatottnál már dolgoztak együtt. Védőjátékosként jól olvasom a játékot, viszonylag labdabiztosnak mondom magam, és jól szerelek. És illetve a fejpárbajokba rendre jól jövök ki általában. Az Eto egyébként még több játékossal is tárgyal, így várhatóak további erősítések is a bajnokság kezdetéig. Háfra Noémi a győri Audi Eto kézilabda csapatának átlövője a 2022-23-as szezonban. A dán Odense együttesében szerepel majd kölcsönben. A klub közleménye szerint a győri játékos elmúlt szezonjai nem úgy sikerültek, ahogy azt ő szerette volna, ezért döntöttek úgy, hogy a sportoló fejlődését szem előtt tartva ideiglenesen csapatot vált Háfra Noémi. A győri színekben játszó játékos továbbra is az Eto igazolt sportolója marad. Szerdán intenzív melegedés veszi kezdetét, az élénk erős északnyugati széllel egyre melegebb légtömegek érkeznek térségünkbe, így délutára már 28 és 31 fok közé melegszik a levegő. Sok napsütésre számíthatunk, de kezdetben még néhol északkeleten kisebb eső, gyenge zápor átmenetileg kialakulhat. Csütörtökön is sokat süthet a nap, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Pénteken egy gyenge hidegfront hatására a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják felhők, de csak kevés helyen fordulhat elő átmenetileg egy-egy futószápor esetleg zivatar. Az élénk helyenként erős északi-északnyugati szélben 28 és 31 fok közé melegedhet a levegő. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió híradóját látták július 12-én kedden. Tudósításainkat és további híreinket megtekinthetik a győrihírek.hu weboldalon és az Oxigén Média Facebook oldalán. Térségünk friss híreivel holnap este ismételten várjuk Önöket. Én mára búcsúzom, a viszontlátásra.